Az ünnepekre történő felkészülés kellős közepén sem hagyhatjuk Önöket sportos beszámolók, tudósítások nélkül. Szeretettel köszöntjük nézőinket! Lássuk a kínálatot! A vízen szerzett sikereket már szárazföldön ünnepelte a Dunajvárosi Központi Sportegyesület kajakkenu szakosztálya. A szakmai stáb a sportolókkal együtt a Gárdonyi iskolában megrendezett évzáron idézte fel a lassan mögöttünk hagyott esztendő legjobb eredményeit. A 2022-ben elért sikereket házon belül is jutalmazták a DKS-e kajakkenu szakosztály évzáróján. Volt is mit ünnepelni, hiszen kiváló eredmények születtek a sportolók által. Az évzárónak a Gárdonyi iskola aulája adott otthont, a helyszínen pedig Pető Zsolttal beszélgettünk. Mint fogalmazott, a szakosztály életében ez az egyik legszebb nap. Ez az egyik legszebb napunk. Ilyenkor össze tudjuk foglalni az egész év összes sikerét, történését, pozitívumát. Áttekintjük a nehézségeinket, milyen kihívásaink voltak, amikkel szembe kellett néznünk. De alapvetően ez egy ünnep, és ma, bár a srácok már túl vannak egy edzésen, és most onnan jöttek, most már tulajdonképpen senki sem a munkára, hanem inkább arra koncentrál, hogy egy kicsit jól érezze magát. Idén is nagyon sikeres évet zártunk a kajakkenu szövetség ranglistáján. 193, mai napi adat, 193 tagszervezet közül 16. lett a DKS-e kajakkenu szakosztálya, de ha a masterseket nem számolom, ott mindössze két indulónk volt, és sárkányhajós indulónk sajnos nem volt idén, akkor 12-ek vagyunk ezen a ranglistán, ami azt jelenti, hogy az első 6-7%-ban vagyunk. Úgy gondolom, hogy vidéki klubként ez egy tisztes pozíció. Nagyon örülök neki, hogy felnőtt világbajnokságon, Európa-bajnokságon, U23-as világbajnokságon, Európa-bajnokságon voltak indulóink, nagyon-nagyon komoly helyezéseink, olimpiai számokban tudtunk bizonyítani ismét, és jelenleg a pozícióink azok kvótaszerzőek, úgyhogy nagyon reménykedünk a jövőre megvalósuló kvalifikációs világbajnokságban is, de emellett az utánpótlás korosztályunk is rendkívül erősödik, ők is nagyon szép eredményeket értek el, 31 magyar bajnoki érmünk van, és erre nagyon büszke vagyok. Elégedett volt a sportolók eredményeivel Molnár Gergely edző is. Kiemelte, a legfontosabb cél továbbra is az, hogy a kvalifikációs világbajnokságon olimpiai kvótát szerezzenek. A felnőtt versenyzők ismét egy jó évet zártak. Olimpiai számban jutott ki a Hajdú Jonatán az EB-re és a világbajnokságra is. A világbajnokságon 7-ek lettek, az EB-n pedig 5-ek. Ez egy jó eredménynek számít. A Slihocki Ádám szintén kijutott a felnőtt világbajnokságra, ő 4-dik lett, illetve az U23-as VB-n olimpiai számban indulhattak, ott 5-ek lettek, és még egy ezüstérmet is szereztek a 4-es hajóban, illetve a Szellák Szabináék is nagyon jól szerepeltek U23-as EB-n, és ők pedig másodikok lettek 4-es hajóban. Hát ez így igazából a felnőtt szint nagyon jól sikerült, illetve az utánpótlások is. A legfontosabb feladatunk kvalifikációs világbajnokságot fognak rendezni, és egyértelmű célunk, hogy oda szeretnénk kijutni, és megszerezni az olimpiai kvótát. Nyilván ez nem lesz könnyű, tehát addig még nagyon sok edzőtáboron, illetve edzésen kell keresztül menniük a versenyzőknek, de én azt gondolom, hogy reális esély van rá. Nagy örömmel fogadta el a szakosztály meghívóját Hüttner Csaba szövetségi kapitány. Elmondása szerint büszke arra a munkára, amit a DKS-e kajakkenu szakosztálya évközben végez. Mindig jó szívvel jövök a DKS-ének az évzárójára. Azt gondolom, hogy mind eredményekben, mint a klub egy nagyon magas szinten álló klub, és azt gondolom, hogy a kajakkenu család egyik nagyon fontos része. És természetesen, ha hívnak, akkor jövök, mert nagy szeretettel. Eleve egy olyan klub, ahol túlnyomó többségében meg kenusok vannak, ami az nagyon fontos egy része a kenus társadalom a teljes egészének, és nagyon sok helyen nincs kenu, és ezért nagyon szeretem az olyan klubokat, akik foglalkoznak kenuval is. Visszajött ugye Szabina, aki mind az U23 EB-n érmes volt, aztán a bajnokságon nyert, ugye, ha Jonatánt nézzük, ugye, ha idén kvóta szerző VB lett volna, akkor kvótát szerzett volna az olimpiára, és ugye Slihocki Ádám meg az U23 világbajnokságon szerzett érmet, ami szerintem azt gondolom, hogy összességében minden szegmensében volt valami eredmény, ami nagy dolog.
Hála és büszkeség mind a sportolók, mind pedig a település részéről. Röviden így lehetne talán összefoglalni Partendre alpolgármestere gondolatait az eseménnyel kapcsolatban. Egyre nehezebb már így nyilatkoznom, hiszen közel két héttel ezelőtt volt a DKSE összévzárója. Néhány nappal ezelőtt köszöntöttük a legjobb sportolókat az önkormányzatnál, és most újra itt vagyok a kajakkenusoknál, ahol mind a két alkalom ugye már kellett róluk beszélnem, és csak a dicsérő szavakat lehet mondani. De én azt gondolom, hogyha most ide mögénk nézünk, itt a Gárdonyi Géza Görög Katolikus Iskolában, akkor itt is látszódik, hogy egy fantasztikus csapat van itt náluk, és hát az eredményeik is önmagukért beszélnek. Pető Zsoltal, a szakosztályvezetővel, hogy folyamatosan egyeztetésben vagyunk, és mindig örömmel ecseteli, hogy ahogy a létszám is növekszik, ugye ez egy nagyon fontos dolog ez is, hogy egyre többen kóstolnak bele ebbe a sportágba, de úgy azért az eredmények is egyre többen jönnek, egyre több olyan versenyzőjük van, aki komoly szereplésre érett, és egyre nagyobb tervekkel vághat neki a versenyeknek. Úgyhogy azt gondolom, hogy úgy, ahogy nagyon sikeres évet zárt a 2022-ben, nyilván most a terveikről is szó esik majd a prezentációban, én nagyon kíváncsi vagyok rá, nagyon kíváncsi vagyok, hogy 2023-ban milyen eredmények születnek, hiszen 2024-ben egy nagyon komoly dolog előtt állnak, és reméljük, hogy egy vagy akár két versenyzőjük is megmérhet majd a legnagyobb versenyen. Ehhez mi igyekszünk a lehető legnagyobb támogatást megadni a szurkoláson kívül, úgyhogy hajrá Dunaújvár Sport, hajrá kajakkenu! Eredményes év, szép évzáró, és a remények szerint a jövőben is szép eredmények a dunaújvárosi sportolók részéről. Évértékelő sorozatunk egyik állomása a kézilabda csarnok volt. Bulattan itt a szakmai igazgatóval beszélgettünk a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia céljairól, eredményeiről. Az ismert nehézségek a felnőtt csapatot és az utánpótlást sem kerülték el. Ám az elmondottak alapján a klub jó úton jár. Egy-egy kiváló győzelem és bosszantó vereség nyomán mindent összevetve pozitívnak értékeli az eddigi szezont Bulattan Anita, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója. Rapatyi Tamás vezetőedző érkezésével a felnőtt együttes egy új játékstílusban lépett pályára a 2022-23-as szezon első felében, s bár voltak azért nehézségek, a csapat egyre inkább alkalmazkodni tudott a változásokhoz. Bulattan Anita szerint egy jó úton indultak el. Igen, a nyáron történt egy edzőváltásunk, ugye, Rapa személyében, Rapatyi Tamás személyében. Én úgy gondolom, hogy elindultunk egy úton, amit ő megtervezett, és egy teljesen új védekezés és gyorsabb játék megvalósításában. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokat lépett előre a csapat ez ügyben, még sokat kell tanulniuk, de tényleg már azért mérkőzéseken előjön az, hogy tényleg, hogy mit tanultak, vagy hogyan kéne kinézni ennek a védekezésnek. Jöttek ugye új játékosok, ők is egyre jobban teljesítenek. Én úgy gondolom, hogy mérkőzésre a mérkőzésre egyre jobban játszanak ők is. Persze vannak hullámzó teljesítmények, de ez ugye benne van a sportban. Ami úgymond rajtunk kívül álló okok, hogy megszakad a bajnokság, ugye elég jó őszünk volt, aztán ugye jött az EB, ahol egy nagyobb szünet volt, és ugye most újra kezdődött a bajnokság, elég gyengén kezdtük a NECA ellen ezt az egész újrakezdést, de aztán jött a fény az alagút végén, ugye ez az érdi győzelem idegenbe. Én úgy gondolom, hogy szépen fokozatosan épülünk, egyre jobbak, egyre erősebbek vagyunk, egyre jobban érti a csapat azt, hogy mit szeretnénk látni támadásba és védekezésbe is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szépen építkezünk. Eredményekben én úgy gondolom, hogy szeretnénk tényleg ez a középmezőnyben a felnőtt csapattal ott megmaradni, ott ragadni, tényleg minél jobb eredményt elérni. A felnőtt csapathoz tartozik még ugye, hogy most már elkezdtük a tárgyalásokat, akiknek lejár a szerződés, elkezdtük velük a kommunikációt, hogy kit szeretnénk megtartani, kivel nem szeretnénk tovább folytatni ezt az együttműködést, úgyhogy, és hogy az érkezőket. Úgyhogy én úgy tudom, vagy én úgy gondolom, hogy ebbe is már úgy előre léptünk, hál' Istennek már egy decemberbe. De ez még ugye a január-februári kérdés lesz, hogy ki marad és ki megy, úgyhogy a felnőtt csapatról én nagyjából ennyit tudok mondani. A felnőtt együttes mellett nagyon szép eredményeket hoznak az utánpótlás csapatok is.
A játékos bázis is fejlődik, hiszen egyre többen látogatnak el a toborzókra, kiválasztókra, amely nyomán a csapat tehetséges játékosokkal tudja elkezdeni a közös munkát. Hál' Istennek azt tudjuk mondani, hogy az utánpótlásban is egyre többen vagyunk, tehát egyre több gyerek érkezik, egyre többen látják azt, amit mi szeretnénk, hogy igenis a saját utánpótlásunkból is építkezni, kihasználni tényleg azokat a lehetőségeket, amik adottak, tehát egyre több ifikorú játékos szeretnénk tényleg szerepeltetni a felnőtt csapatba, ez a jövőben is így lesz. Jövőre is lesznek olyan játékosok, akik felnőtt kerethez fognak tartozni, és felnőtt szerződést fognak kapni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szépen fokozatosan épül fel az utánpótlásunk. Hál' Istennek tényleg a kiválasztóinkra egyre többen érkeznek, úgyhogy én azt tudom mondani, hogy az utánpótlásunk is fejlődik. Nagyon ügyes játékosok jöttek, tényleg vannak, akiket már kiválasztottunk, van, akiket majd visszahívunk, tényleg fokozatosan minden kiválasztóra úgymond egyre többen érkeznek. Úgyhogy én tényleg azt tudom mondani, és nagyon jó a visszhang a szülőktől is tényleg, hogy a kiválasztóinkon tényleg olyan munka folyik, olyan emberek dolgoznak itt, és olyan szeretet jön le a csapattól, hogy öröm ide eljönni tényleg kiválasztóra, és öröm itt lenni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy jó dolgot csinálunk. Az energiaválság a kézilabdázókat sem került el. A csarnokban már-már edzésre és mérkőzésre alkalmatlan körülmények vannak. Ez egy olyan nehézség, amelyet Bula tanító szerint mind a szakmai stáb, mind pedig a játékosok a körülményekhez képest jól viselnek. Várják a tavaszt, ahogy ő fogalmazott. Az utánpótlás és a felnőtt csapat is küzd ellene, tényleg néha olyan hideg van itt a teremben, hogy sportolásra lehet, hogy azt mondom, hogy kézilabdára alkalmatlan a hely, de megpróbálunk tényleg mindent megtenni. Vettünk ugye hőbefúvókat, úgyhogy azzal próbáljuk felmelegíteni a csarnokot, megpróbáljuk elérni azt a hőfokot, ami a játékra alkalmas, tehát hogy itt tudjuk szervezni azokat a mérkőzéseket, itt tudják a hazai pályán lejátszani a gyerekek is, és a felnőtt csapat is még a maradt mérkőzéseket mondjuk az évben, és majd a január-februári jövő idénybe. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy próbálunk tényleg mi is megtenni mindent, és hál' Istennek a játékosok is úgy állnak hozzá, hogy igen, most ez van, ezt ki kell bírnunk, ezen túl kell lépnünk, sok problémával küzdünk, de ezen is túl fogunk lendülni, várjuk a tavaszt. Bula tanító szerint tehát a DKK egy új útra lépett, a cél azonban továbbra is az, hogy a lehető legjobb eredményeket érje el a csapat. Kiemelkedően eredményes évet ünnepelhetett a Dunajvárosi Központi Sportegyesület birkózó szakosztálya. Rég nem látott nemzetközi sikerek, kiváló egyéni eredmények és büszkeségre okot adó csapathelyezések. Mindezeket a szakosztály vezetői és sportolói idézték fel a napokban szervezett évzáró rendezvényen. A Gurics György birkózó centrumban rendezte meg a hagyományos évzáró rendezvényét a DKSE birkózó szakosztálya. A jó hangulatú eseményen felidézték a szakosztály sportolói és csapatai által elért eredményeket, amelyekre 2022-ben sem lehetett panasz. A szakmai munka meghozta az eredményét, hiszen Pup Viktória a serdülő korosztályban Európa-bajnoki címet szerzett. Nyikos Veronika bronzérmes lett az U20-as VB-n. Emellett örülhettünk még a diákcsapatbajnokságon szerzett eredményeknek, illetve a veteránok sikereinek is. Egy nagyon mozgalmas, de nagyon eredményes évvel zárt a birkózó szakosztály. Az infrastruktúránkat nem csak meg tudtuk tartani, de fejleszteni is tudtuk. A versenyeket rendszeresen meg tudtuk tartani, a versenyzőink részt vettek. Minden versenyen nagyon komoly eredményeket értünk el, komoly érmes helyeink vannak különböző korosztályokban, országos szinten. És hát ugye az idejében sikerült átlépnünk egy lélektani határt, ami azt jelenti, hogy kilépett a birkózó szakosztály a nemzetközi porondra, hiszen két fiatal versenyzőnk, Nyikos Vera és a Pup Viki, azok mind a ketten Európa-bajnoki címet, illetve Nyikos Vera az világbajnoki bronzérmet szerzett, úgyhogy egy nagyon komoly éven vagyunk túl, és ez egy jó indul alap lehet a következő évekre, hogy honnan kell tovább építkezni. Én, mint leköszönő elnök, most nem csak az elmúlt évet, hanem az elmúlt 15 évet is értékelem és visszanézek, úgyhogy én azt gondolom, hogy amit 15 évvel ezelőtt kitűztünk célként, azt szépen lassan megvalósítottuk. Amikor a környezet úgy akarta, akkor átfogalmaztuk ezeket a terveket, de gyakorlatilag elértünk oda, ahova szerettünk volna, hiszen a szakosztály
stabilan működik, az infrastruktúra megvan, adott hozzá, a szakmai háttér abszolút adott hozzá, és hála jövőnek az idejében nemzetközi szinten is letettük a névjegyünket. Elégedett volt a szakosztály sportolóinak eredményeivel Tombor István vezetőedző is. Tényleg egy rendkívüli éven vagyunk túl, hiszen hosszú idő után, idén, mert utánpótlás világbajnokságról, illetve Európa-bajnokságról érmes versenyzőink térhettek haza, és ráadásul a legfényesebb érmekkel térhettek haza. A két lány nagyon oda tette magát, Viktória és Veronika, úgyhogy nekik ezúton is gratulálok. A fiúk is ügyeskedtek, hiszen számos diákolimpiai érmet, illetve magyar bajnoki érmet nyertek tanítványaink, ami még egy hatalmas nagy fegyvertény, hogy hosszú, hát vagy nem is tudom, hogy ilyen az elmúlt időszakban történt-e, hogy a diákcsapatbajnokságon érmes lett a diákcsapatunk. 29 csapat közül 6 győzelemmel és egy vereséggel beverekedték magukat a legjobb háromba. Nagyon nagy egyesületeket, nagyon nagy nevelő egyesületeket tudtunk legyőzni, úgyhogy úgy érzem, hogy ez is egy hatalmas nagy előrelépés. A szakember arról is beszélt, hogy az elért eredmények, illetve a meglévő utánpótlásbázis tükrében bizakodásra ad okot az utánpótlás helyzete. Reméljük, hogy lesz folytatás, ezek a gyerekek megmaradnak, és reméljük, hogy hosszú távon elkötelezettekké váltak a birkózás irányába, és egy nagyon ígéretes utánpótlás kezd kialakulni. A legkisebbektől, gondolok itt a legkisebbekre is, hiszen hát nem hazudok, hogyha egy 30 óvodáskorú birkózónk van, akikkel még csak játékos szinten foglalkozunk, de az elmúlt héten egy gyermek gálára voltunk hivatalosak, ami megmutatta szerintem az utánpótlásunk erejét is, hiszen ezen a gyermek gálán 55 gyerekkel tudtunk részt venni, úgyhogy már szortírozni kellett szelektíven a gyerekeket, hogy nem fér be mindenki a buszba, úgyhogy ez úgy gondolom, ez egy nagyon szép létszám. Az eseményen jelen volt Motyovszky Mátyás önkormányzati képviselő, településünk ifjúsági, sport és turisztikai bizottságának az elnöke is. Kiemelte, minden sportrendezvényre örömmel látogat el, ám a birkozók azért érthető okokból mindig is egy igazán különleges helyet foglaltak el a szívében. Minden sportot imádok természetesen, és nem csak a titulusomból adódóan, de nyilván erősebben dobban a szívem, amikor a birkózás kerül szóba, hiszen éppen ma vetettem számot, hogy 50 éve vitt le édesapám legelőször a birkózó csarnokba, úgyhogy ez is egy ilyen szép jubileum, de természetesen ez nem rólam szól, ez csak így ilyen kis közbevetőleges dolog. Hát büszke vagyok. Ez a legelső gondolat, és hálás a sportolóknak, az edzőknek és a szülőknek, hiszen az elmúlt években, itt ha csak a Covid-járvány okozta hátráltató körülményekre gondolunk, aztán a gazdasági helyzetre. Ennek ellenére a DKS-e birkózó szakosztálya szinte soha nem látott nemzetközi eredményeket hozott az idei évben, több korosztályban is, ami nagyon fontos, hogy nem csak egyben, hanem szinte mindegyikben. Ugye, ha kezdjük a legkisebbekkel, a DKS-e szakosztályának, illetve a fiók csapatának a fiataljai az útorolimpiákról is csodálatos eredményeket hoztak, és sokat. Aztán utánpótlásba Pup Viktória, ugye mindannyiunk és a város lakók örömére is, ugye Európa bajnok tudott lenni. Nyikos Vera, nem is tudok már csak szuperlatívuszokba beszélni, ugye 17 éves létére U20-as korosztályban Európa bajnok, illetve világbajnoki bronzérmes tudott lenni. Óriási dolog. Arról nem beszélve, hogy a fiatalabb korosztályoknak így ők egy nagyon nagy példaképei tudnak lenni, női birkózást ők most már nemzetközi szinten is nagyon komolyan fémjelzik, és hát nyugodtan dédelgethetnek olimpiai felkészülési reményeket is mindketten. És hogyha még tovább akarok menni, hát nagyon legyünk büszkék a veterán korú birkózóinkra is, hiszen az idén is
nekem is személyesen volt szerencsém velük együtt a válogatott edzéseink készülni egészen a VB-ig, úgyhogy láttam, hogy mekkora munkát tettek bele munka mellett abba, hogy egyrészt az utazó csapat tagjai lehessenek, és Dunaújvárosból Mátyás Gabi, Angyal Laci, Kemény Dorbi és Pap Gyuszkó voltak kint a világbajnokságon, és ezüst, bronzérmeket és helyezéseket hoztak, úgyhogy mind a négyük pontszerző helyen végzett a világbajnokságon, amivel ők is szintén öregbítették a birkózó szakosztály hírnevét, és nem csak itthon Magyarországon, hanem a világban is. Nagyon szép rendezvényen zárta tehát a 2022-es esztendőt a DKS-e birkózó szakosztálya. A szakvezetés pozitívan tekint a jövőbe. Az idei esztendőben is 46 kispályás labdarúgó csapat mérte össze egymással erejét a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség gondozásában működő bajnoki sorozatokban. Évet értékelt Petrás Gábor, a szövetség főtitkára. Elmondása szerint szükség volt a változásokra, de van jövője a sportágnak Dunaújvárosban. Kispályás labdarúgás bár országszerte nagy népszerűségnek örvend, a településen működő egyesületek és bajnokságok tekintetében Dunaújváros e tekintetben is az élen jár. Településünkön 46 csapat működik jelenleg, akik a saját képességeiknek megfelelő osztályban versenyeznek a bajnoki címekért, kupákért. A DLS gondozásában működő eseménysor az idei évben is nagy sikereket ért el. Büszkén értékelt az elmúlt esztendő tapasztalatait Petrás Gábor főtitkár. Hát igen, levontuk a következtetést a 2021-22-es évben, évvégén, hiszen rengeteg csapatot tudtunk az ünnepélyes díjátadón díjazni. Nagyon sok csapat díjakat kaptak, illetve külön díjakat is tudtunk kiosztani, és megvizsgáltuk nyilván, hogy hány csapattal indultunk, hány csapattal tudtuk befejezni, mert ez egy nagyon fontos szám. Ugye 51 csapattal indultunk 2021. szeptemberében, és 2022. júliusában 46 csapattal zártuk, tehát pár csapatunk sajnos megszűnt menet közben, Covidra hivatkozva, illetve különböző munkai problémák miatt nem folytatták a tavaszi szezonban a küzdelmeket. A versenybizottsággal összeültünk, hogy hogyan is fogjuk értékelni majd a decemberben, amikor lejár, vége lesz ugye a 2022-23-as szezonnak, illetve el tudjuk indítani szeptember elején, és úgy értékeljük, hogy azt a csapat létszámot meg tudtuk tartani, 46 csapatunk van jelen pillanatban, viszont aminek nagyon pozitívan örülünk, hogy nem szűnt meg csapat, és a létszám viszont nem változott. Tehát a csapatok csapatok megszűntek, de a játékosok megtalálták azokat a csapatokat, ahol újra tudják folytatni ezt az amatőr kispályás labdarúgást. Úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy pozitívan kell értékelnünk, hiszen minden egyes csapatot nekünk kell óvnunk, féltenünk, nehogy esetleg szétessenek, ezért megteszünk mindent a versenybizottsággal, hogy egy kicsit, hogyha van ilyen problémájuk, nem tudnak kiállni, akkor hogy tudjuk megoldani a szabályok szerint azokat a lehetőségeket, hogy tudunk segíteni nekik, és egy kis lökéssel talán tavaszra újra tudnak alakulni, tudnak beigazolni játékosokat, és nem fog megszűnni akár 10-20 éves csapat. Az idei bajnoki rendszerben történtek változások, ám az eddigi tapasztalatok szerint az átalakítások jól sikerültek. A főtitkár szerint többek között ez is a cél, hogy minden csapat és ezzel együtt minden játékos a lehető legjobb körülmények között versenyezhessen. Volt, hiszen az első osztályban nagyon nagy a differencia. Ahogy minden bajnokságban, minden csapatsportban, az első osztályban van 2-3 csapat, ami kiemelkedik. Vagy egy, vagy kettő, talán nézzük meg a nagypályás labdarúgást Ferencváros Magyarországon, vagy Barcelona Real Madrid. Ez nálunk is ugyanígy van. A kispályás amatőr bajnokságokban és a legmagasabb osztályban 2-3 csapat szokott a bajnoki címért küzdeni, és nyilván alacsonyabb osztályban meg nem biztos, hogy fel szeretnének menni ezek a játékosok, meg nem akkora sikerélmény. Viszont idén döntenünk kellett, a versenybizottság Mészáros István vezetésével hozott egy új lendületet, egy új szabályt, egy új lebonyolítási rendszert, mindenki egy kicsit tartott tőle, de meg kell nyugtatnom a kedélyeket, nagyon jól sült el, hiszen valóban azért láttuk, hogy kik az erősek, elosztottuk igazságosan az elmúlt éveknek az eredményei alapján a két osztályt, és így neki ugrottunk az őszi szezonnak, voltak nagyon érdekes meccsek, lehetett látni az erőviszonyokat, és most már kialakult ugyanaz az osztályrendszer, ami az elmúlt években, hogy első osztály, másod, harmad, negyed osztály, ahol a csapatok valóban fognak utána tavasszal egy jó bajnokságot, egy jó mérkőzéseket játszani az azonos képességű csapatok ellen. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, a csapatok ráéreztek,
nagyon jó kapcsolatunk van a csapatvezetőkkel, szinte problémamentes. Nyilván azokat a kis finom hangulásokat, ahol egy új csapat beérkezik, azoknak kell segítenünk, de nagyon hamar megszokják a versenyrendszerünket, és úgy érezzük, hogy a csapatvezetők is rájöttek, hogy ebbe a pandémia után szinte nincs más lehetőség a testmozgásra szervezett körülmények között versenyszerűen, mert hozzáteszem, ez egy versenyrendszer, ugyanúgy, mint ahogy az NB1, csak amatőrnek hívjuk, vagy a megye 1, vagy az NB3. Ez egy ugyanaz a versenyrendszerű bajnokság, csak kispályán, a barátokkal, munkahelytársakkal, vagy éppen régi csapattársakkal. Úgyhogy nagyon jó a kapcsolatunk a csapatvezetőkkel, az öreg fiúk bajnokságok azok nagyon élvezetesek, hiszen a 35 felett olyan játékosok játszanak, akik még nagy pályáznak, és meghatározó játékosai a megyei osztályoknak. A 45 év felett meg egy fantasztikus dolog, hogy valaki még 45 éves kora után is tud focizni barátaival egy rendszerben, hogy minden héten lemegy, testet mozog, megpróbálja kicselezni a Salamon Mikit esetleg, és gólt tud rúgni egy-egy jó kapusnak. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok a mai világban, és ezt mi megpróbáljuk jól összefogni, karban tartani a pályáinkat, illetve egy rendszert adni ezeknek az amatőr sportolóknak. A kispályás labdarúgásnak tehát megkérdőjelezhetetlen jövője van Dunaújvárosban. Sőt, a jövőben még tovább erősödik a támogatottsága. Petrás Gábor ennek apropóján arról is beszélt, hogy folyamatos az együttműködés az MLS-szel ez ügyben. Nagyon jól úgy, hogy Schneider Béla, a Fejér megyei igazgatóság igazgatója, és Bencsik Istvánnal régóta törekszünk arra, hogy országosan is az MLS a programjába tegye a kispályás bajnokságot, és valamilyen támogatást tudjon nyújtani ezeknek a kispályás amatőr csapatoknak, és ebben egy nagyon nagy előrelépést mondhatok. A Magyarország térképén a kispályás labdarúgásnak a térképét látjuk. A Fejér megye nagyon elől van, szinte azt mondhatom, hogy az első helyen van, hogy a debreceni kispályás bajnokságot kivesszük, akkor nálunk van a legtöbb amatőr igazolt versenyszerű játékos, és minden megyében hamarosan a bajnokságokat át fogja venni az MLS. Egy adatbázisba fognak kerülni ezek a játékosok, és úgy, ahogy december 10-én a Fejér megye bajnokát meg fogjuk szervezni most már negyedik alkalommal a megyével, úgy ki tudjuk hirdetni a megye bajnokát egy rendszerben, egy olyan rendszerben, ahol mindenkinek igazolása van, nem lehet a másik csapatba játszani, tehát ugyanazt az igazolást kapja meg a játékos, mint a Fehérváron vagy a Fradiba egy-egy játékos, ugyanaz, csak nyilván nem olyan szerződéseket kell mögé fűzni, mint egy NB1-es játékosnál, de a célunk természetesen az, hogy minél többen focizzanak, és minél többen válasszák hobbiuknak a munka után, a szabadidők hasznos eltöltésére a kispályás labdarúgást. Van múlt, van jelen, és az elmondottak alapján lesz jövő is. Petrás Gábor és a DLS elkötelezett a kispályás labdarúgás mellett, a pozitív tapasztalatok nyomán joggal bíznak a sikeres folytatásban. Kedves nézőink, mai műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Munkatársaim nevében is áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok. Idén jelentkezünk még egy adással, az ismétlést követően jövő héten kedden. Akkor is várjuk Önöket a készülékek elé. Viszontlátásra!